Két éves programnak közeledünk a vége felé, hallgatói szolgáltatások fejlesztése, pályázaton nyert el a főiskola több mint 400 millió forintot. Milyen programra volt ez elég, mit lehetett belőle megvalósítani? A pályázat pontos címe komplex szolgáltatás fejlesztés az Eszterházy Károly Főiskolán a minőségi gyakorlati képzés érdekében. És a hangsúly a cím második felén van, a minőségi gyakorlati képzés. Ennek érdekében valósítottunk meg több tevékenységet. A tevékenységek mellett voltak beruházások. Két nagy beruházásról adott hírt a média korábban. Az egyik még rögtön a pályázat kezdete, akkor elindult az Almagyar-Dombi Kollégium földszintjének a felújítása, hiszen a pályázat keretében a Hallgatói Centrum működési területét nagyon sokszínűvé tettük. Hallgatók számára életpálya tanácsadást, karrierirodát működtetünk, alumni mozgalmat indítottunk el a főiskolánkon. A gyakorlati képzéshez különböző tanácsadásokkal, adminisztrációs felülettel készültünk. Ezekhez szükség volt olyan irodákra, ahol a nálunk végzett volt hallgatóink fő állásban, munkaidőben fogadhatják a mostani hallgatótársaikat. Tehát volt egy nagy beruházásunk az Almagyar-Dombi Kollégiumban, a másik nagyobb beruházás pedig a gyakorlóiskola udvarán az úgynevezett gasztropince kialakítása volt. Ez a gasztropince szolgál több képzési területen tanuló hallgatónknak a gyakorlati helyét. Kiemelten a turizmus vendéglátás idegenforgalmi szakmenedzser szakos hallgatóinknak a vendéglátás területén gyakorlati helye ez a gasztropince, másodszorban pedig nem másodszorban, hiszen akik a borászattal kapcsolatban tanulnak, és ez a felsőfokú szakképzéstől alapképzésen át a mesterképzésig megvalósul az intézményünkben, ők pedig a borászathoz kapcsolódó gyakorlati órákat tudják itt hallgatni ebben a nagyon szép környezetben, azt hiszem. A beruházások mellett pedig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a szolgáltatások fejlesztésére. Az említett hallgatói centrumon kívül nagyon sok konferenciát rendeztünk, pályakövetési vizsgálatot végeztünk, munkáltatókat kerestünk meg, kimondottan azért, hogy felmérjük, hogyan boldogulnak azok a hallgatóink, akik felsőfokú szakképzésben, gyakorlatorientált képzésben befejezték itt a tanulmányaikat, illetve mit vár el tőlük a munkáltató, mennyire elégedettek a végzett hallgatóinkkal. Mindez a hallgatókért történt. Vajon a hallgatókat hogyan érintette ez az új dolog? Mennyire fogadták be, mennyire vettek részt benne? Én úgy gondolom, hogy valamennyi hallgató ismeri már a Hallgatói Centrumnak a működését, és nem csak a hallgatóink, hiszen a Hallgatói Centrum munkatársai a felvételi eljárásban is igen aktívan kiveszik a részüket, hiszen tájékoztató jelleggel több ezer kilométert utaznak Magyarországon azért, hogy megismertessék a főiskola képzését, illetve a hallgatói életet azokkal a diákokkal, akik tovább tanulni készülnek. Ennek eredménye talán a mostani felvételi eljárásban közismert szám is már, hogy ismételten a vidék legnépszerűbb főiskolája lett az intézményünk, a legtöbb jelentkezést ide nyújtották be főiskolára a tovább tanulni szándékozók. Végeztünk egy felmérést is. 2011-ben több mint 4000 hallgató vette igénybe a Hallgatói Centrum szolgáltatásait. Az előbb említetteken kívül még internetes tanácsadással is tudunk szolgálni a hallgatóinknak. Pszichológiai jellegű tanácsadásról van szó, és ami talán a legszebb a dologban, számomra legalábbis nagyon kedves, hogy nem csak szakképzett pszichológusok, pszichiátriai szakemberek vesznek részt ebben a tevékenységben, hanem szociálpedagógus hallgatóink is a hallgatótársaiknak tudnak segítséget nyújtani. Említettük az elején, hogy mindez egy pályázatból valósulhatott meg. A legnagyobb kérdés ilyenkor mindig az, hogy mi lesz a pályázat lejárta után, elfogy a támogatás, tud-e működni, élni tovább ez a fajta gondolkodás és tevékenység? Azon kívül, hogy a pályázatban vállaltuk azt, hogy 5 évig ezt a folyamatot, ezt a tevékenységet fenntartjuk az intézményünkbe. Én úgy gondolom, hogy nem kérdéses az, hogy ezt nem csak 5 évre vállalta az intézmény, hanem ennek folyamatosan működnie kell. Ha arra gondolok, hogy a hallgatóinknak nem csak az a fontos, hogy mit oktatnak, milyen szakképzettséget szereznek az intézményben, hanem nagyon fontos az, hogy milyen gyakorlati tevékenységre tudnak szert tenni, illetve az oktatáson kívül mi az a plusz szolgáltatás, amelyet biztosít az intézmény a hallgató számára, hiszen zömében 3-4-5 évet töltenek el Egerben, a főiskolánkon is, nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Tehát nem csak a főiskolának az érdeke az, hogy ez a hallgatói centrum, az a szolgáltatás, amit végzünk itt a tanórán kívül a hallgatóink számára, ez megvalósuljon, ez érdeke a hallgatóknak is, és mindemellett, miután
nagyon sok területen a gyakorlati képzésbe bevonjuk a munkáltatókat is, hiszen 27 olyan tereptanár dolgozik a pályázatunkban, aki nem a főiskola alkalmazottja, hanem külső vállalatoknak a szakemberei, és ők készítik fel a hallgatóinkat a gyakorlati képzés keretében. Nagyon fontos a munkáltatónak is, hogy találkozzon a hallgatóval, olyan körülményeket mutasson be számára, ami a diploma megszerzését követően majd a hallgató számára ez életszerű lesz, illetve ez várja kint a való életben.